a Föld azért legyen, aki megműveli. Ha azért legyen a Föld, aki megműveli, akkor a kormány ezzel azt mondja, hogy be akarja betonozni ezt a nagy birtokrendszert, és be akarja ezt a teljesen hibás, elrontott, 2004 óta rettenetesen megerősödő nagy birtok struktúrát, aminek a lebontására szegődött, és a lebontását hirdette 2010-et megelőzően. Azzal természetesen egyetértünk, hogy a gazdák, az igazi gazdák juthassanak földhöz, azt azonban nem fogjuk szentesíteni az országgyűlésben, hogy az eddig lenyúlt állami földeket, amelyeket a földbérleti pályázatok alkalmával tettek el Fidesz közeli üzletemberek, ezt most saját tulajdonba vehessék. Hogy mi a valós indok, tartok tőle, ne legyen igazam, az államháztartás problémája van, nagyon szükség van erre a bevételre, nagyon nagy összegről van szó. Az én közgazdász beszélésem szerint 500 milliárd forint bevétel realizálható. Ezt mindenkinek minden erejével akadályoznia kell, főleg mivel a kormány nem tulajdonosa a földeknek. A tulajdonosok mi vagyunk, 10 millió magyar állampolgár, és nem hatalmaztuk föl a kormányt arra, hogy eladja az állami vagyont. Látnunk kell azt, hogy ezzel tulajdonképpen betetőzik azt az arcátlan lenyúlást, amit az elmúlt években az állami földbérlet pályázatokkal tulajdonképpen megkezdtek. A cél az, hogy ezeket a földeket a saját érdekköreiknek, a fideszes oligarcháknak játsszák át.